Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket ezen az új, újabb napon, amikor a csendes percekbe folytathatjuk a gondolatainkat Isten körül. Ma szeretnék abba időzni veletek, hogy hogyan teltek Jézus napjai. Szeretném, hogyha egy napot megnéznénk a Bibliából, ahogy Jézus napjai teltek, és ehhez a Máté 8, 16 és 17. versét szeretném felolvasni nektek. Az est beáltával pedig vivének hozzá sok ördöngöst, és egy szóval kűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítja azokat, és minden beteget meggyógyít. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás proféta mondott, így szólván, ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Azt mondja itt a Biblia, hogy az est beáltával ö, mindenkit Jézus Krisztus, aki hozzájött, meggyógyított. Ö, a zsidókhoz írt levél 13. rész 8. verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát én arra bátorítalak ma téged, hogy Jézus Krisztus nem változott. Jézus Krisztus ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten, és amikor valami téged nyom, amikor téged valami bánt, amikor megtámadja az ördög a te testedet bármilyen szinten egy betegséggel, akkor tudd meg, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mit vallasz, mit mondasz ki, kihez mész, foglalkozol a betegségeddel, vagy pedig kimondod, kinyilvánítod, hogy a názereti Jézus a te gyógyítod. Kinyilvánítod, hogy odamész ahhoz a Jézushoz, ahhoz az Istenhez, aki elküldte az ő fiát erre a világra. Egy gyönyörű történet jut még eszembe. Az idő nagyon rövid, ezért csak gyorsan elmondom. Jézus barátja volt Lázár, és egy nap azt olvassuk a János Evangelion 11. részében, hogy Lázár megbetegedett. És szólnak a testvérei Márta és Mária, hogy Jézus gyere el, gyógyíts meg őt. És Jézus úgy tűnik elkésik, és Lázár meghal. És amikor Jézus odaér Márta, Találkozik vele először, és azt mondja, hogy Jézus, ha te itt lettél volna, annyi beteget meggyógyítottál, az én testvérem nem halt volna meg. És Jézus ekkor azt mondja neki, Márta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz, soha meg nem hal. És ezek után Jézus elmegy a sírhoz, és beszól a sírba, hogy Lázár jöjj ki. És a négy napos halott azt mondja a Biblia, Isten szava, hogy fölült, föl és meg volt kötözve az arca, be volt poljába, és Jézus szól, hogy szabadítsátok ki őt, és Lázár föl kell, és kijön a sírból. És mit akarok én ezzel mondani neked? Hogy Jézus nem csak Elvette a halál fullánkját, nem csak elvette a betegséget, a bűnt az életünkből, hanem Jézus megtörte a halál hatalmát fölöttünk. Amikor egy ember ebből a világból elmegy, kiköltözik, azt olvassuk a Bibliában, hogy a Biblia már úgy beszél róla, hogy elaludt. Istvánt, amikor megkövezik és meghal, akkor nem azt mondja a Biblia, hogy meghal István, hanem hogy elalszik István. És arról szeretnék ma neked, arról az jó hírről beszélni, hogy én meg vagyok róla győződve, ez az én hitem, hogy egy nap én is lecsukom a szemem, és akkor én nem a halállal fogok találkozni, hanem azzal az élettel, akinek itt átadtam a szívemet, akivel itt éltem együtt, aki az én életemet végigkísérte ezen a csodálatos úton, aki kezdetben megalkotott, elgondolt, kigondolt, és miután én elfogadtam őt, és meghaltam ennek a világi életnek, azt mondja a Biblia, hogy föltámadtam Jézus Krisztussal együtt, egy új életbe, és ebben az életben már ővele járhatok. Tehát ez az én mai napi bátorításom, testvérem, hogy a halálnak már nincs köze hozzánk. Akik elfogadtuk Jézus Krisztust, akik elhittük, hogy ő az Isten küldötte, ő az Isten fia, azt mondja a Biblia, azoknak már örök élete van. És holnap szeretném befejezni, Isten áldjon benneteket, várlak benneteket holnap is.